Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. Ma egy ilyen fotelben ülök és beszélek jellegű videó lesz. Ehhez volt most kedvem. A témát is tulajdonképpen ti választottátok, az egyik kedves követőm, aki az egyik videó alá kommentelt, és azt kérdezte, hogy fogok-e olyan videót készíteni, amiben arról lesz szó, hogy mivel fogom tölteni a nyugdíjas napjaimat, mit fogok csinálni, hogyha nyugdíjba megyek. Úgyhogy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és össze is szedtem nektek azt a 10 alapvető dolgot, vagy a 10 legfontosabb dolgot, amiről úgy gondolom, hogy én az biztos meg fogom tenni, vagy biztos, hogy fogom csinálni, amikor leszek olyan szerencsés, és nyugdíjba megyek. Tartsatok velem, hogyha ez érdekel benneteket. Ugyan van még 9 évem a nyugdíjig, azért erősen gondolkodom azon, hogy fog-e bármi is változni akkor, hogyha elérem ezt a kort, és megérem ezt a kort, vagy nem, vagy minden ugyanolyan lesz, mint most. Igazából ebből kell kiindulni szerintem, hogyha ezt a kérdést közelítjük, hogy különbözik-e bármi is az életünkbe attól, hogy nyugdíjasok leszünk, ahhoz képest, ahogy most élünk, amíg még aktívak vagyunk, dolgozunk. Én azt gondolom, hogy is-is. Tehát nyilván különbözik olyan értelemben, hogy az embernek jóval több a szabad ideje, sokkal több mindent tud azzal az óraszámmal kezdeni, ami azáltal ugye rendelkezésre áll hirtelen, hogy már nincs meg a napi 8-9 óra bejárós munkája. Mármint, hogyha valaki ugye ilyen munkahelyen dolgozik aktív életében, akkor ez megszűnik, és ugye nyugdíjasként nyilván jóval több szabad idő áll rendelkezésére. Ez az egyik. A másik különbség az az, hogy hát, hogy öregebbek vagyunk. Szóval valószínű fáradékonyabbak is, gyengébbek is, akár betegebbek is lehetünk, amikor elérjük ezt a kort. És nyilván a körülményeink ilyen módon, tehát a körülmény, értem ez alatt azt, hogy fizikailag, egészségileg mit bírunk, ez is változhat. Ugyanakkor viszont valami nem változik szerintem, mégpedig az, hogy ha az ember minél előbb kialakít egy olyan életszemléletet, egy olyan fenntartható, egészséges életmódot, egy olyan életformát alakít ki, ahhoz nem kell, hogy várjon a nyugdíjas koráig, tehát azt már most, illetve jó esetben még korábban kialakította, és akkor nyilván ezzel az életszemlélettel, ezzel a hozzáállással éli az életét nyugdíjas korában is. És igazából ide szeretnék kiukadni később, hogy ez ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy bizonyos dolgokkal nem szabad várnunk arra, hogy nyugdíjba menjünk, hanem minél előbb el kell kezdeni kialakítani azokat a kereteket az életünkbe, ami lehetővé teszi azt, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy egy pozitív életszemletünk legyen, hogy egészségesen éljünk, egészségesen táplálkozzunk, stb. Ezáltal ugye aktívak és erősek, fittek maradjunk idősebb korunkban is. Aztán egyébként, ami még változhat, nyilván a világ állandóan változik, és most is éppen egy háború dúl, ami borzalmas, és ez is egyszerűen nem tudok elmenni mellette olyan értelemben, hogy most ebben a videóban is szóba hozom, mert erre az ember hangulatára, érzéseire, mindenre nagyon-nagyon rányomja a bélyegét sajnos, és van egy olyan érzésem, hogy ez nem egy olyan dolog, ami egyszer csak holnap vége lesz, és akkor elfelejtjük, hanem a világnak, és most nem húhogni akarok tényleg, de egyre jobban megint szembe kell, hogy nézzen a világ a váratlannak tűnő fordulatokkal. És nem csak a háborúra vagy a háborúkra gondolok, hanem természeti katasztrófákra, szól arra, hogy változik körülöttünk minden, és egyre gyorsabban változik körülöttünk minden. Tehát mit akarok ezzel mondani? Tehát azt akarom mondani, hogy ugye 9 év múlva, mire nyugdíjba megyek, egyáltalán nem biztos, hogy a Föld úgy fog kinézni, ahogy most, vagy mit tudom én, vagy nem azt mondom, hogy Magyarország nem lesz, mert lesz, de tehát ilyen messzire azért nem mennék. De ki tudja? Szóval annyira felgyorsultak az események, meg minden annyira felgyorsult, hogy igazából 9 év az iszonyatosan hosszú idő szerintem a Föld és a civilizáció történetében, így a 21. században.
Tehát ideálisan, ami a körülményeket illeti, mindenképpen azt szeretném, hogyha béke lenne. Tehát az, hogy ne legyen háború, az, hogy ne legyenek olyan óriási változások és világégések, ami a körülményeket totálisan megváltoztatja. Tehát értem ez alatt azt, hogy mit tudom én, föld alá kényszerülünk egy bunkerbe, vagy olyan világégés lesz, hogy ilyen posztapokaliptikus állapotok lesznek a földön, és akkor, amiket a Netflixen látunk ilyen filmeket, hogy mit tudom, ilyen gerilla harcok, meg nem tudom, utcai harcok folynak versus ugye a láthatatlan kormánnyal, és a hatalommal szemben, és az emberek a föld alatt élnek túl így, úgy, amúgy valahogy. Tehát nagyon nem szeretném, hogyha ilyen állapotok lennének, úgyhogy nem is nagyon szeretnék arra gondolni, hogy ez lesz. Tehát nem szabad feltétlenül azt sem mondanunk, hogy ilyen nem lesz, ugye? Tehát hiába vagyok optimista, és hiába gondolom azt, hogy na nem, az életünk az nagyon-nagyon hasonló lesz ahhoz, ahogy most is van, 9 év múlva. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy így lesz. Nyilván lesznek változások. Tényleg ne adj Isten, hogy ilyen drasztikus változás legyen. De én arra gondolok egyébként, és miért mondtam ezt? Mert hogyha az ember kialakít egy megfelelő életszemléletet, vagy van egy megfelelő hozzáállása az élethez, magához, tehát hogyha szereti az életet, szereti az életét, életigenlő és optimista, pozitív, akkor körülményektől függetlenül akár túl tud élni, és meg tudja vetni a lábát gyakorlatilag mindenhol és minden körülmények között. Hát szerintem nagyon fontos a helyes életszemlélet kialakítása, nagyon fontos a testi, lelki, szellemi egészség fenntartása, és nem csak azért, mert ez kell, mert mit tudom én, nem akarunk meghalni, hanem azért is, hogy igazából amennyire csak lehet, tudjuk élvezni az életet bármilyen körülmények között is. Magas szinten kell tartanunk a mentális energiánkat, az életerőnket, és folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy ez az életerő ez ne fogyjon, úgyhogy ezért ki kell alakítani a megfelelő gyakorlatokat. Meg kell szoknunk, és rutinná kell tennünk azt, hogy a komfortzónánkból időnként kilépjünk, tehát nem ülünk otthon mindig a fotelben, hanem minél többet megyünk a természetbe, felfedezünk dolgokat, felfedezünk tájakat, nyitunk olyan dolgokra, amiket addig elutasítottunk, megpróbálunk kibékülni olyan dolgokkal, amikkel szemben békíthetetlenek voltunk, a technikával, technológiával mindig lépést tartunk, és mindig napra készek vagyunk a modern dolgok terén, szóval, hogy ezeket... Tehát ezek jó, olyan nagyon alapvető dolognak hangzanak, de nem szabad ezekkel addig várni, amíg úgymond jobban ráérünk, mert akkor majd lesz időnk nyugdíjas korunkba arra, hogy akkor elmenjünk kirándulni, meg lesz időnk arra, hogy akkor minden nap jogázzunk. Ez nem helyes így, mert hogyha arra várunk, hogy majd nyugdíjasok leszünk, és akkor rengeteg időnk lesz, hogy ezt csináljuk, és egyébként addig egyáltalán nem csináljuk, mondván, hogy napi 8-10 órában dolgozunk. Tehát igazából mindent, amit te nyugdíjas korodban csinálni szeretnél, azt neked már most csinálnod kell. Ugyan számomra alapvető dolog az elv, hogy éljünk a jelenben, hogy a jelenben kell élni, és hogy olyan nagyon sose tervezek előre, tehát mit tudom, x év múlva nyugdíjba megyek, 9 év múlva, az még nekem marha messze van. Szóval, hogy én azt tudjam, hogy 9 év múlva mit fogok csinálni, nem tudom. Csak sejtéseim vannak. Van egy pár olyan dolog viszont, amiről biztos vagyok benne, hogy fogom csinálni, úgyhogy na, ezeket szedtem nektek össze. Nos, az első dolog az, hogy biztos, hogy nem fogok unatkozni, mert sosem szoktam unatkozni, és azt is tudom, hogy most sem unatkozom soha, és nem azért nem unatkozom, mert dolgozom, és azzal, hogy ezzel tisztában vagyok, már tudom azt is, hogy lehet, hogyha nyugdíjas koromban az egészségi állapotom mondjuk megroppan, vagy tényleg ne adj Isten, vagy bármilyen olyan probléma adódik, ami engem akár egy fotelhez köt, vagy valami, és egyébként rám szakad a sok-sok idő, akkor sem fogok unatkozni, mert egyszerűen tőlem ez a dolog idegen. Ez nem egy aktív cselekvés ugyan, de én szerintem így első pontnak nagyon jó, mert nagyon jó kiinduló pont az összes többihez. A második azért az már egy kicsit konkrétabb, most is nagyon szeretek utazni,
és egyébként ehhez valószínűleg kell majd ahhoz az, hogy több időm legyen. Feltett szándékom, hogyha minden engedi, a pénztárcám, meg a fizikai körülményeim, meg minden, akkor fogok utazni szerte a világban, mert egyszerűen, sőt, minél többet, tehát, hogy most is szeretek és szeretnék utazni, csak vagy nincs rá pénzem, vagy nincs rá alkalom, vagy volt a Covid, vagy bármi, de akkor úgy érzem, hogy ez erre már nincs appellátor, és muszáj lesz erre időt szánni, és fogok is. A hármas pont az az lenne, hogy fogok írni egy könyvet, szerintem. Ezt már régóta, talán erős kifejezés, hogy tervezem, mert ha tervezném azt, hogy könyvet írok, akkor már valószínűleg elkezdtem volna ezt írni. Inkább úgy fogalmazok, hogy van bennem egy könyv legalább. Tehát, hogy ezt így szokták azt hiszem mondani. Tehát egy könyv biztos van bennem, lehet, hogy több is. Minden esetre meg én régebben irogattam meg mindent, csak hát regényig, egy egész könyvig még sose jutottam el, hanem mindig csak novellák születtek, vagy versek születtek, aztán elment az ihlet, aztán jó sokáig semmit nem írtam, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy én ezt nem adtam fel, és úgy érzem, hogy azért van bennem egy könyv. Talán egyszer nem is tudom ezt másképp kifejezni, ez a legjobb kifejezés erre, és ez a könyv ez meg fog születni, úgyhogy azt tudom, hogy az írás az egy olyan dolog, pláne, hogyha valaki egy nagyobb volumenű dolgot ír, hogy le kell ülni és csinálni kell. Úgyhogy az nem az, hogy most akkor jó, kicsit csinálom, aztán nem csinálom, aztán majd lesz valahogy. Szóval ott aztán le kell ülni, és nyomatni kell. Úgyhogy hát persze lehet, hogy még az előtt, mielőtt nyugdíjba megyek, ez meg fog történni, nem tudom. De azt látom reálisnak, hogy hát, hogy nyugdíjas éveim alatt fogok intenzívebben írni. Nemrég indítottam egy saját vállalkozást, úgyhogy erre ezt nem mondhatom, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, akkor indítok egy saját vállalkozást, mert ez megtörtént. De ez most még csak inkább egy ilyen technikai, úgy mondhatjuk, hogy egy eszköz, de tartalommal még azért nem nagyon töltöttem meg, hogy így mondjam, de muszáj volt ezt elindítani. És ezt szeretném, hogyha az évek alatt azért kikerekedne egy valódi vállalkozássá, és idősebb koromban, amikor már nem fogok aktívan dolgozni, tehát nem lesz munkahelyem, hogy így mondjam, akkor hiszen aktív szeretnék maradni, akkor ezt a vállalkozást én mindenképpen szeretném működtetni, és hát nyilván addig is, de akkor, ha lehet mondani, még intenzívebben. Az ötös pont, ötös, ugye ott tartunk most, hát nyilván az unokázás, de hát ezt most nem szeretném elkiabálni nyilván, mert még nincsenek unokáim, úgyhogy éppen ezért erről így nagyon nem is szeretnék beszélni, mert hát most az ember általában kop-kop-kop, ugye nem mond semmit. Szóval a lényeg, hogy ha lesznek unokáim, akkor nyilván fogok aktívan unokázni is, és ha is amennyiben ugye a gyermekeim igényt tartanak az én segítségemre, az unokák körül akkor természetesen mindig rendelkezésre fogok állni. Nyilván ez is idő, és időt fog igénybe venni, úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lesz reményeim szerint az életemnek majd. Hatos. Miután kiutazgattam magam, de lehet, hogy még közben, szeretnék leköltözni valahogy vidékre, és szeretnék egy kis kertet, tehát nem ilyen nagy gazdaságot, meg hát azt tuti, hogy nem fogok annyi idős koromban ott földet túrni, meg művelni, meg mindig álmodoztam arról, hogy hú, de jó lenne, hogyha ehhez egy kicsit több affinitásom lenne, hogy én így földet műveljek, és akkor virágágyás, és ültetvény, és zöldséggyümölcs, és mit tudom én, micsoda, de szüleimnek is volt kis kertje, meg egyáltalán a családunkban is azért ennek van nagyon nagy múltja, tehát egyébként pont ezért nem ragadt rám sok minden, de annyira evidens volt, hogy én már egy más generáció vagyok, meg én ezt annyira nem forszíroztam. Egyébként ezt utólag bánom, szóval nem vagyok egy ilyen nagy kertész, hogy így mondjam. És hát most sem mondom azt, hogy akkor csak a nyugdíj kell nekem ahhoz, hogy akkor nekem legyen kis kertem, mert nem, ez akkor se leszek nagy kertész. Tehát mindenképpen szeretnék először is, ami a lényeg, hogy a természethez közel költözzek. Tehát, hogy a természethez közel kerüljek. Na most lehet, hogy ehhez nem fog kert tartozni, vagy lesz egy saját kertem, aztán ott felveri a gaz, meg mit tudom én, nem tudom, de a természethez közel leszek. Szóval, sőt, mindenképpen szeretnék a közelemben erdőt, és vagy valamilyen vizet.
tehát ez a kettő, tehát hogy ez legyen. Hetes, szeretnék elkezdeni valami hobbit, még egy hobbit, mégpedig rajzolni és festeni szeretnék, rajzolni és vagy festeni. Nyilván ezzel is próbálkoztam már, hát mivel nem. De akkor azt hiszem, hogy nem lesz így excuse, tehát akkor sajnos kell, hogy elővegyem a ceruzát, vagy a vásznat, meg a nem tudom mi, ki kell, hogy oda rakjam, és próbálkoznom kell, szóval. Meg úgy benne vannak ezek a romantikus regények, meg ilyen filmek, amikor ugye az őszhajú hölgy, aki már úgy nyugdíjba megy, az ott festeget, és minden annyira romantikus, és szép, és idilli. Na hát persze ez a kép bennem is él, és nyilván én is ki szeretném nagyobb próbálni. 8. Aztán valami olyan kép él még bennem, hogy most is van egy-két nagyon jó barátnőm, nincs sok, de az a pár, az már nagyon régóta megvan. Ugye az utazásaim során, így a korosztályomból, meg nem csak a korosztályomból feltétlenül, biztos, hogy innen-onnan össze fogok szedni a világ, akár a világ minden tájáról is ismerettségeket. És feltett szándékom, hogy fogok egy ilyen baráti kört működtetni a nyugdíjas éveimben, valamilyen módon, nem tudom, hát lehet, hogy ilyen könyvklub lesz, vagy az is lehet, hogy valami ötje, vagy nem tudom micsoda, de szóval tök mindegy, hogy hívjuk, és az is biztos, hogy valamilyen módon ez ilyen nemzetközi lesz, tehát én ezt nagyon szeretném, hogyha nem csak magyarok, meg magyarul beszélő emberek lennének ennek tagjai, hanem akár külföldiek is be tudnának csatlakozni, és ugye 9 év múlva azért gondoljunk bele, már most se olyan a világ, hogy állandóan fizikailag találkozunk, bár annak is azért megvan a varázsa tényleg, hogy egy-egy kávéházban néha beüljünk, és akkor dumcsizzunk, és ezt nyilván nem utasítom el, tehát ez, ha lehet, akkor ez meg fog történni. De egyre jobban ilyen online mennek a mindenféle találkozók, és szerintem 9 év múlva is kb. Ez lesz, hogy majd így online szépen összejövünk, és akkor lesznek ilyen jó kis kólok, és akkor ott teázgatunk, meg dumálunk, iszogatunk így együtt. Szóval valami ilyesmi elképzelésem van, hogy egy ilyet így rendszeresen működtetünk, mondjuk minden kedden, vagy nem tudom, minden szerdán legyen egy ilyen, és akkor mindenhonnan így bekapcsolódnak az emberek. 9-es, ugye szeretek nagyon fotózni, és természetesen nem szeretném a fotózást abba hagyni később sem, sőt, ezt szeretném mindenképpen folytatni, tehát ugye fogok fotózni, ha lehet még aktívabban, és szeretném olyan szintre fejleszteni a fotózást, vagy úgy menedzselni, ha úgy tetszik inkább, hogy szeretnék kiállítást, és saját fotókiállítást. Hát szóval igen, a fotózás. A fotózás az egy nagy szerelmem, nyilván hobbiból űzöm, de úgy érzem, hogy azért, ahogy egy könyv bennem van, úgy azért egy fotókiállítás is bennem van még, és ezt mindenképpen szeretném itt tető alá hozni. Majd egyszer. A 10-es pedig megint nem egy annyira konkrét dolog lenne, hanem inkább maga az életszemlélet, illetve az az életszemlélet, amiről én úgy gondolom, hogy jó és fenntartható, annak a mindennapi gyakorlása. Tehát, hogy minden áldott nap emlékeztetem magam arra, hogy élni jó, hogy a halállal szemben az életet választom, azt, hogy ahhoz, hogy éljek, fitnek, erősnek kell maradnom, és ezért tennem kell minden áldott nap, hogy napra késznek kell lennem, mindennel kapcsolatban tulajdonképpen az elmémet, azt kell tréningelnem. És igazából ez egy ilyen meditáció jellegű dolog, vagy egy ilyen lelki gyakorlat, amit napi szinten fogok végezni, most is végzek napi szinten. És hát nyilván azzal párhuzamosan, ahogy az életigenlést rendre minden nap gyakorlom, úgy gyakorlom azt is, hogy a halállal és az elmúlással megbarátkozom, és így maga a halál is, és maga az elmúlás is egyre közelebb kerül hozzám. Tehát magyarul nem lesz tőlem idegen, amikor oda jutok, hogy vége. Ha az embernek megfelelő az élet szemlélete, és hogyha szereti az életet, akkor a halál sem idegen tőle, és azzal is teljesen tisztában van, és nem csak az agyával tudja, hanem érzi legbelül, hogy a halál is része az életnek, és nem retteg attól, hogy még hány éve van hátra, vagy hogy a halál pillanata egyre jobban közeledik. Úgyhogy én egyébként az idősebb, tényleg az idős embereken látom azt, az én nagymamámon is láttam,
Hát, hogy az utolsó, nagyon-nagyon az utolsó időszakban már ő nagyon-nagyon megbarátkozott az elmúlással. Annyira sugárzott belőle az, hogy ő ezt átéli és érti, hogy az elmúlás az élet része, és hát várta már a véget ilyen értelemben, amikor már nyilván egy bizonyos időszakon vagy koron túl lendült. Úgyhogy egy nagyon-nagyon szép élete volt, és egy nagyon-nagyon szép halála is volt neki, úgyhogy én őt nagyon, tehát hogy ha úgy tetszik, irigylem ezért tényleg. És igen, szóval valahogy úgy kell élni, és úgy kell megöregedni, és a nyugdíjas éveinket is úgy kell élni, hogy nem valami elől futunk, hanem a saját tempónkban valami felé tartunk, miközben ugye a jelenben élünk és a jelent élvezzük. Írjátok meg nekem ide kommentben, hogy ti hogyan tervezitek a nyugdíjas éveiteket, ha még nem vagytok nyugdíjasok, illetve ha már nyugdíjasok vagytok, akkor nagyon érdekel, hogy mi az a pár dolog, amit így nyugdíjasként kezdtetek el csinálni igazából, és igen, talán ez. Tehát köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor kérlek iratkozzatok fel, és nyomjatok rá a kis csengőgombra is, hogy ne maradjatok le a legközelebbi videóimról, illetve majd nem sokára fogok tervezni valamilyen live videót is, amihez azért jó, hogyha be van kapcsolva ez az értesítés, mert akkor fogjátok tudni, hogy mikor kezdődik majd az élőadás, de ez nem mostanában lesz, majd úgyis előtte majd szólok azért több fórumon is, úgyhogy ezt majd fogjátok tudni. Na, szumba szummárum, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!